Jó reggelt kívánok! Gigaberuházásokról, sok 10 milliárd vagy 100 milliárd forintnyi közpénzről, potenciális korrupcióról és a korrupciós bűncselekményekről és azok elévüléséről szeretnék beszélgetni a Szocialista Párt frakcióvezető helyettesével, Szakács Lászlóval. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük sorban az elsővel. 42 milliárd forint közpénz ment el offshore cégekhez. Miből adódik ez össze? Mi a bizonyíték, kihez kötődik? Ez egy nagyon óvatos becslés egyébként, ez a 42 milliárd, de 110-130 milliárd is lehet egyes sajtóhírek szerint. Mennyi idő alatt honnan? Hát ez 2013. január 1-e óta, amióta Magyarországra lehet venni úgynevezett letelepedési kötvényt. Itt ugye arról szól ez a dolog, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű emberek, hogyha vesznek kötvényt, akkor ők egy könnyített letelepedési, beutazási, tartózkodási engedélyt kapnak Magyarországra, így egyébként az egész Európai Unióra, a Schengeni övezetre is. Szerintem egy sincs köztük, aki a magyar nemzetgazdaság szempontjából bármilyen jelentőséggel bírna. Itt a magyar ezt már tudjuk? Mert ugye lehet tudni, hogy ők kicsoda. Még nem nagyon találkoztunk olyannal, aki komoly befektetést hozott komoly befektetést volna, hozott volna, de legalább a kormány nem is írja elő nekik. Tehát egyetlen egy dolgot kell ő nekik teljesíteni, ki kell fizetni, diszkontáron meg kell vásárolni 300 ezer eurónyi magyar állampapírt, amit egyébként nem a magyar állam ad el neki, hanem ezek a közvetítő cégek. És ugye a magyar állam ugye kétfelé, hogy úgy mondjam, bukik, a magyar költségvetés kétfelé fizet. Egyfelől ugye maga az ügyfél diszkontáron veszi meg, tehát már rögtön nem 300 ezer euróért vásárolja meg ezeket a kötvényeket, csak 271 ezer euróért. 9 millió forintot veszít az állam minden egyes emberen, aki idejön. Viszont fizetnek ezeknek az offshore cégeknek, mert a magyar állam úgy tűnik képtelen eladni a magyar papírjait külföldön. Itt most ez nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy ez nem így van. Ennek a születése, a genezise az, hogy Rogán Antal egyéni képviselő javaslatára megbízták a Rogán Antal által vezetett gazdasági bizottságot annak idején, hogy válassza ki azokat a megbízható cégeket, amelyek áruhatják ezeket a letelepedési kötvényeket. Hát ezek kevés kivétellel offshore hátterű cégek, amire azt kell tudni, nem tudjuk, hogy ki áll a háta mögött. Na de vége mindennek. Leállítják a letelepedési kötvényeket. Ó, már sokatszor leállítják. Ugye tavaly nyár óta halljuk azt, hogy leállítják a letelepedési kötvényeknek az árusítását, hiszen ez már nem jó üzlet. Így van, most már el kell a piacon is a kötvény. December 31-ével mondták, hogy most azonnal felülvizsgálják, nem történt meg. Aztán március... A felülvizsgálat sem. Hát nem látunk benne semmilyen változást, tehát lehet, hogy valahol dolgoznak ezen, de hogy maga a változás kijött volna az utcára, azt nem látjuk. Március 31-ével mondták azt, hogy most aztán vége van, és soha többet ilyet nem lehet eladni, és még mindig tart egy türelmi időszak, szóval ma is lehet egyébként ilyet venni. Ez inkább hasonlít egy ilyen marketing fogásra, hogy most még lehet vásárolni, mielőtt teljesen be nem szüntetik. Még többen vesznek. Egyébként ez így is van, tehát abszolút nő a kereslet. Mielőtt bezárul ez a kapu. Tehát azok, akik ezt vásárolják, ő nekik ez egy fantasztikus üzlet. Hát Magyarországon a legolcsóbb az ilyen. Van ilyen máshol is a világon, ahol letelepedési kötvényt lehet vásárolni. Nagyjából a 10-15-szörösért lehet egyébként vásárolni letelepedési kötvényeket, és hát oda kell vinni céget, üzleti tervet, valamilyen megvalósítható vállalkozást, munkahelyeket kell teremteni. Ezek azok, amit a magyar állam nem kér, csak a pénzt, és minden egyes emberrel, aki ide bejön, és ez nagyon fontos, mert nagyon sokszor halljuk, hogy mekkora bevétele származik ebből a költségvetésnek. Ez nem bevétel. Ne, ez mínusz van. Ez kötvény, az adósságlevél, minden egyes emberrel, aki ide bejön, a magyaroknak az adóssága nő, méghozzá 300 ezer euróval, mert hiába csak 271 ezeret fizetnek ők, 300 ezeret kell visszafizetni. Ha ekkora összeg korrupció gyanús, akkor miért nem lehet tudni, hogy részt vesz-e az önök pártja az aláírás gyűjtésben, amelyet Vágó Gábor végre zöld utat kapó népszavazási kérdése kapott? Szerintem ebben dönteni fognak a megfelelő testületek nagyon rövid időn belül. Támogatja, hogy a szocialisták részt vegyenek? Én támogatom azt, hogy ha a korrupció visszaszorításáról van szó, mi nagyon komplex csomagot tettünk le, ami a vagyonnyilatkozati eljárástól, a vagyonnyilatkozat tételen keresztül nagyon sok minden elemet tartalmazott magában. De úgy látszik, az egyetlen sikeres dolog az a népszavazás, a Momentum volt az egyetlen, aki áttörést hozott. Akárhány dolgot benyújtanak, az ritkán megy át. Ha a korrupció visszaszorításában bármilyen szinten részlet venni, olyan tekintetben, hogy segítsük a törvényhozás elé, segítsük azt, hogy a törvényhozás elé kerüljenek minél
ezeket az eseteket jobban tisztázó, ezekben az esetekben a korrupció teljes egészében kiírtó kezdeményezések, mi ezt támogatni fogjuk. Tehát nem lesz ez politikai kérdés, hogy ki áll be a vágóféle népszavazás mögé, és ki nem. Gondolom, itt az ügy ez maga. Ha a DK megy, akkor önök nem, ilyen nem lesz. Nem hiszem, hogy ilyen lesz. Nem ez határozza meg a politikánkat a korrupció ellen, minden szinten kell küzdeni. 750 milliárd forintba kerülhet egy nemrég hozzácsapott apró 80 milliárdos pluszköltséggel a kínai tehervagonok számára történő kibővítése a Budapest-Belgrád vasútvonalnak. Ez azért nagyon szerencsés, mert ez érdemi forgalombővülés esetén is 2400 év múlva térülhet meg legkorábban. Mit lehet tudni erről a beruházásról? Megszavazta a parlament, megszavazták a kormánypártok, mennyire transzparens, mennyire láthatnak bele a részletekbe, és potenciálisan leállítható-e, hogyha kiderül, hogy 2400 év az egy kicsit soká lesz? Egy kicsit pikírt akarok lenni, akkor nem lehet azt mondani, hogy ez a kormány nem tud hosszú távon gondolkozni, akár 2400 éves megtérülési idővel is ilyen beruházásokat megcsinál. Igen, tárgyalta ezt a parlament, nem tudhatjuk milyen részleteket, hiszen azokat gyorsan titkosították. Azt hiszem, hogy most ennek az ügyében is titkosította, így van. Azt hiszem, hogy az Európai Uniónak ugye most sikerült elérni azt, hogy legalább nyílt közbeszerzés lesz ennek a végrehajtása ügyében, tehát a maga megvalósítás az mondjuk meg fog jelenni esetleg a közlönyben, hogy erre majd lehet pályázni. Az egy másik kérdés, hogy gondolom majd olyan feltételekkel, aminek csak az az egy magyar-kínai közös vállalat fog majd megfelelni, amelyik ezt a beruházást megcsinálhatja. Legutóbb most 80 milliárddal nőtt, de mindösszesen egyébként a projekt összeg, amióta kitalálták, egészen mostanáig 200 milliárd forinttal nőtt. Hát ez a korrupció meleg ágya, hát ezt láttuk akár a Puskás stadionnál, ami 100 milliárdról 190-re nőtt, itt most 550 milliárdról 750 milliárd forintra nőtt ugye ennek a beruházása. Mindenki tudja, hogy ez miért van. Azért, mert látják, hogy ebben van egy üzleti lehetőség, és abból az az elit, az a fideszes urizáló elit, akiről mindig beszélünk, mindig le is akarja venni a saját részét. Ezt egy kínai-magyar közös vállalat lesz majd az, amelyik végrehajtja, nagy valószínűség szerint, és ebben 15% magyar tulajdon van, és ennyi az összes magyar érdek. Kínai pénzből nem lehet tudni, hogy mekkora kamattal, ugye maga a szerződés is titkos, nem lehet tudni, hogy mekkora kamattal megépül ez a vasútvonal, amin, hát hogyha sikerül a kikötői forgalmat, illetve az onnan való áruszállítást Magyarország irányában nagyobbra növelni, mint amekkora mondjuk a hamburgi kikötőnek a forgalma, akkor ez alatt a 2-2,5 ezer év alatt esetleg meg is térülhet. Ennek a beruházásnak semmilyen fajta előnye nincs a magyarok számára, még az sem, hogy esetleg magyarok építenék. Mert ebben a törvényben van egy elbújtatott szakasz, ami azt mondja, hogy e projekt kapcsán a Magyarországra érkező kínai munkavállalóknak ugyancsak megkönnyített letelepedési engedélyt fognak adni, meg munkavállalási engedélyt fognak adni. A magyar KKV-kat teljes egészében kiszorítják, a magyar tulajdonú cégeket ki fogják szorítani ebből. Itt most nem Mészáros Lőrincre gondolom, hogy majd egy nagy szeletet fog ebből kapni, de a többi magyar vállalkozást ki fogják ebből szorítani, és igenis ide kínai munkaerő fog jönni, hiszen ez áll a törvényben is, ezt nyugodtan ebből ki lehet következtetni. Tehát az egész projektből az egyetlen, amit ismerünk, az a törvény. A szerződés részletei is titkosak. Így van. Csepp Regi Nándor azt mondta, hogy uniós pénzek nélkül is nő a magyar gazdaság. 80 ezer fejlesztéshez járultak hozzá az eddigi támogatások, ez több százezer munkahelyet hozott Magyarországnak, és mára végre ezzel az uniós támogatás nélkül is erősödik Magyarország. Úgyhogy nyugodtan nekivághatunk a jövőnek, egy picit közelebbi jövőnek, mint 2400 év uniós támogatások nélkül. Ebben elég régóta elég nyugodt. Pedig nem lehetne az, hiszen a magyar beruházásoknak a 99,7%-át Európai Uniós pénzből hajtjuk végre. Csepp Regi Nándor azt mondja, hogy ma, de holnap már nem kell. Hát én megnéztem a költségvetésnek a sarokszámait, és azt láttam, hogy az úgynevezett felhalmozási rész, ami ugye beruházásokra megy, annak a nagyobb a hiánya, mint amekkora a fő összege. Tehát olyan 850 milliárd forint az, ami beruházásokra mehet. A tervezett beruházásoknak a mértéke, amivel meghaladja ezt, az meg olyan 870 milliárd forint. Tehát több a hiánya. Ez nyilvánvalóan bele is tartozik egyébként a hiány összegébe. Ez az idei évben még ugye azt jelenti, hogy
gondolom majd elő akarják finanszírozni azt, amit majd később az Európai Uniótól megkaphatunk. Ez csak egy pénzügyi művelet, na de hogyha nem lennének Európai Uniós források, akkor majd 900 milliárd forint azért csak hiányozna ebből a büdzséből. Ez én úgy gondolom, hogy Csepregi Nándornak is inkább aggodalomra adna okot, mint nyugalomra. 900 milliárd forint az nagyon sok pénz. Az egyetlen dolog, ami most aggódik, az az, hogy a teljes keret 60%-a valóban gazdaságfejlesztésre legyen fordítható. Ez a cél. Én úgy gondolom, hogy ez egy helyes cél, hogy a gazdaság fejlesztésére, a gazdaság motorjainak a beindítására kell fordítani ezeket a beruházásokat. Tehát éppen ezért nem értjük azt, hogy mondjuk Fejér megyei kis település, hogy így mondjam, felcsút, fantasztikus fejlesztésnek indul, és presztízs beruházásokat végeznek rajta, vagy éppen a Budapest-Belgrád vasútvonalat fejlesztik annyi pénzből, amiből egyébként fel lehetne újítani majdnem a teljes magyar úthálózatot, illetve a vasúti hálózatot. Nem lennének olyan problémák, amiket most a híradóban láthattunk. Úgy gondolom, hogy ezek helyes célok lennének, hogyha a gazdaság beindítására fordítanák. Én attól félek, hogy itt presztízs beruházások, nagyon túlárazott presztízs beruházások lesznek a jövőben is. Hát a Budapest-Belgrád vasútvonal megtérülését nem fogjuk látni, ön meg én biztosan nem, de azt, hogy uniós források nélkül mire viszi majd az ország, azt kis szerencsével igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is.